Műsorunk partnere a Pannon Klinika. Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés az egészségügyi létesítmények terén. Helyszín, új gyorsasági, első osztályú bajnokavatás. Rengeteg érdekességet és izgalmat tartogatott a Magyar Rali Bajnokság idei 5. verseny hétvégéje. A központ Győrben volt, a Rába parti településre most először látogatott el a szakág. A hangulatos pénteki belvárosi rajtszeremónia után másnap már megkezdődött az éles küzdelem. Ekkor 6 gyorsasági várt a párosokra. A Cseszneki, a Tési és a Nagyvelegi pályán is két-két alkalommal haladtak át az egységek. A szenzációs formában versenyző Csomós Miklós volt a leggyorsabb. A csehországi Barum Rallin abszolút másodikként zárt Zemplini Rallis itthon is remekelt. Bán Viktorral az oldalán több mint 21 másodperccel vezették ekkor a versenyt. Nagyon élveztük, nagyon jól sikerült összeraknunk szerintem a pályábeállás során az egész versenyt. Vagy innen úgy történt, ahogy akartuk, meg ahogy elképzeltük előtte, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, mert egész jó időket sikerült autózni, és hát elég magasan vezetünk, ami szerintem elég nagy fegyvertény. Az éves összetetben élen álló Vince Ferenc nem előre, hanem hátrafelé tekintett. A bajnoki cím megszerzése szempontjából ugyanis nem Csomós Miklós volt az ellenfele, sokkal inkább a mögötte lévő Turán Frigyes és Ferencei Ádám. Innen megközelítve Vince Ferenc is a terveknek megfelelően haladt. Másodikként várta a másnapi folytatást. Most egy pici szerencsénk van azzal, hogy Fricinek vannak technikai gondjai, nem így szeretnénk eldönteni azért a bajnokságot, viszont én technikai sport, ez benne lehet, még bárkinek, reméljük nekünk nem lesz holnap, semmiféle gondunk. Nehéz egy picit megállni, hogy Mixivel ne csatázzunk, mert azért mégis csak versenyzők vagyunk, meg hát jó lenne természetesen felvenni a kesztyűt, de ahhoz úgy érzem, hogy egy pici rizikót is kellene vállalni, amit mi most viszont nem szeretnénk. A C3-as Citroen VRC-vel Bútor Róbert Murván egyeduralkodónak számított. Aszfalton azonban más volt a helyzet. Eddig rendben van minden, ahhoz képest, hogy teljes murva hajtással megyünk, azt gondolom, hogy mind az idők, mind az élmény megfelelő. Azért nagyon nehéz ilyen tempónál azon gondolkozni, hogy vajon működik-e minden úgy, ahogy kell. És a felhordásokra nagyon érzékeny az autó, tehát az aszfalt szettel sokkal bátrabban át lehetett menni ezeken a kis kavicsokon. Most abban a pillanatban, hogy koszos lesz az út, azonnal megmozdul, megtolja az elejét, utána rázár a hátulja. Úgyhogy azért egy kicsit necces, és ugye nem akartam összetörni, úgyhogy egy erős 90%-ot próbáltam menni, egy jó biztonságit, de legalább tudtunk menni. Az i20-as Rally 2-es Hyundai-jal nagyszerű napot zárt Németh Gábor és navigátora Németh Gergely. Csomóstól és Vincétől ugyan leszakadva, de a többi riválissal lépést tartva fejezték be az első napot az abszolút értékelés 5. helyén. Így hazai pálya nekem így nyilván különösen fontos, lenne jó szereplés, de nem foglalkoztunk nyilván ilyenekkel, nem is beszéltünk róla. Tegnap a rajtszeremónia az nekem nagyon nagy élmény volt, ez a rajdobogó, meg a városban ez a krúzolás, ez tényleg nagyon tetszett, úgyhogy megindította a hétvégét. A mai nap is tetszett, az elején megint egy kicsit mellé nyúltunk a beállításainkkal. Ezt úgy részben orvosoltuk a szakaszok között, aztán utána a közteszervizbe tudtunk váltani beállítást. Második körre már így mentünk, látszott is az időkön, mentünk több top 3-as időt, úgyhogy abszolút elégedettek vagyunk az eddigi produkcióval. 6 gyorsasági szakasz után nem volt maradéktalanul elégedett Klaus Kristóf. Most nyilván volt egy kis lassító hibánk, remélem ebből azért nem a 30 másodperces büntetés marad meg, hanem remélem egy sima lassító rombolással meg tudjuk húzni. Utána viszont mindenképp célunk a dobogó. Turán Frigyes és Farnady Ági igyekezett életben tartani a bajnoki címmel kapcsolatos reményeiket. Ebből a szempontból azonban jelentős hátrányban voltak a futam felénél.
csupán a 7. helyen álltak, a lemaradásuk pedig több mint másfél perces volt. A második gyors volt, a szervó problémával küzdöttünk egész nap. A harmadik gyorsot azt teljesen úgy teljesítettük, a második gyorsból jutott egy pár kilométer, amíg legalább le tudtunk jönni normálisan. Ott nem is kaptunk sokat a Feriéktől, ugye mi most őket nézzük időben a bajnoki cím miatt. Bejöttünk a szervizbe, a fiúk megpróbálták megcsinálni, de alkatrész hiány csak annyit tudtak tenni, hogy kiértünk igazából a Cseszneki gyorsra. Mindjárt a tapon elkezdődött ugyanúgy, hogy elment a szervó. Átszal nem volt egyszerű a nap, nyilván Fricinek fizikálisan, mentálisan nagyon meg kellett küzdeni az elemekkel. Nagyon sajnálom, nem tudtam hozzátenni többet, mert ketten nem tudjuk fogni a kormányt. Úgyhogy kalandos volt, nehéz volt, fáradtak vagyunk, de itt vagyunk, és a fiúk úgy tűnik, hogy most egy kicsit több időt is alkatrészt kapván meg fogják oldani a problémát. Az élmezőny mögött ismét kialakult egy jól megszokott mag. Ennek a csapatnak ezúttal is stabil szereplője volt Tóth Tibor, aki a top 10-ből egészen pontosan a 8. helyre várta a másnapi folytatást. A Cseszneki gyorsan azzal először nem voltam kibékülve, így másodjára már jobb volt, mert kicsit jobban megnéztem itt a belső ebéd közben. És bátrabban mertem menni, javultam is 6 másodpercet magunkhoz. De egyébként a többit meg jobban tetszett, és ott igazából nem tudtunk jól menni. Vagy ez majd nekünk már ez a tempónk, én úgy gondolom. A PSA Motorsport az idei Győr Rallyra is népes csapattal érkezett, és természetesen abban bíztak, hogy minden szempontból sikerül eredményesen zárni a hétvégét. Ugye Arni is és jó magam is itt hallgattuk meg a tudományt a Győri Széchenyi István Egyetemen, illetve anno az Arabona Racing Teamet is itt alapítottuk meg, ami egy Formula Student csapat. Úgyhogy persze nagyon sok kötődésünk van Győrhez, és nagyon örülünk, hogy eljött ide a rally, hiszen már régóta vártuk azt, hogy amúgy Győrbe el tudjuk hozni a csapatot. Úgyhogy nagyon örülünk neki. De hát ugye a versenyzőinknek is nagyon tetszik, hiszen 17 párosnak adtuk le a nevezését. Ez összeáll a Rally 3-ból, Rally 2-ből, illetve az ORB-ből is, valamint a Historic mezőnyéből is összeáll. Természetesen a szokott párosaink is itt vannak, de emellett voltak kifejezetten erre a versenyre licencet váltó párosaink is. Ugye a rendezők Arnit meghívták a városi szuperspeciálisra, ami szintén egy jó dolog, hiszen az egyetem területén lesz. Ő most éppen a saját szervíz parkunkban van, mert ugye Nagy Gabi, mint győri versenyző indul ezen a versenyen, és már most érkezett be, ugye, hogy átnézzük a első nap végi szervízbe az autóját. Ugye mögöttem a Peugeot-k láthatóak, ugye Berta Laci és Zagyva Lajos. Hál' Istennek azt mondhatom, hogy az élmezőnyben tud mind a két versenyző autózni. Ugye Laci vezeti a Peugeot kupát, Lali csapatban nevezett, hol néha a Dorka a lánya versenyzik, néha a Lajos versenyzik. Úgyhogy nyilván számunkra ez elég összetett, főleg, hogy Peugeot kupában két autó megy, és mondjuk azt, hogy egymás ellen harcolnak, de alapvetően eddig úgy néz ki, hogy elég jól állnak a dolgaink. Jól alakulnak a napok, jól alakult a Historic is, jól alakult Gáboréknak is a verseny. Hát holnap ugye annyi nehézség, hogy a Rally 2 becsatlakozik, ez minket javarészt a szervizbe Szetein Orbit érinti, a Citroenünkkel, úgyhogy a holnap is egy izgalmas nap lesz, és hát ne felejtsük el, hogy holnap lesz a Rábaring, ami azt gondolom, hogy sorsdöntő lesz a mezőny életében. Nem csak a PSA Motorsport, hanem Olli Sasa is igyekezett bizonyítani a győri hétvége aszfaltos pályáin. A technika azonban másképp akarta, így a rutinos versenyző számára hamar véget ért az idei bajnokság 5. futama. Hát nagyon készültünk, elmentünk ugye egy kisebb versenyre, teszteltünk otthon is, azért sokat álligattuk az autót, jó volt a pályabejárás, szerettünk volna itt azért egy ilyen 6-7-8 valahol beférni itt a közvetlen élmezőny után, de nem sikerült. Már tegnap, amikor a pályát jártuk be este, akkor nézőknek akartam egyet körzőzni, és már ott éreztem, hogy a hideg gumival nem tudok körzőzni az autóval, valami nem jó. És a srácok megnézték a logunkat, és így drasztikusan elkezdett fogyni az autó motorja. De még nem volt semmi vészes, az egyes gyorsan végigmentünk, és mondtam, hogy nem jó, mert a 5. sebességben az autó nem akar húzni. Nagyon rossz időt is mentünk, és a 2. gyorsan viszont már teljesen megadta magát. Le tudtunk gurulni, de azt néztük, hogy mikor gyulladt ki valami lámpa, hogy azért nagy kárt ne tegyünk. De a motor teljesen valami leszakadt, tönkrement. A Historic népes mezőnyében közel 30 egység állt rajthoz Győrben. Az aszfaltos szakaszok komoly erőpróbát jelentettek mindenki számára. Zsíros Imre Zsírpapa az első kör után az abszolút 10. helyen, a kategóriában viszont a dobogón állt. Semmi, én 90 óta megyek,
És gyakorlatilag ugye a lutrakupák még akkor voltak, de másodosztály nem jött le akkor ide. És vagy ha le is jött, én nem jöttem le, tehát nem voltam ezeken a pályákon. Attól függetlenül nagyon tetszik az egész, tehát úgy tényleg rendben van minden. Főleg úgy, hogy ugye az új kocsit jöttünk le kipróbálni. Gyakorlatilag időben egy picit el vagyok most maradva, mert nem úgy muzsikál minden, ahogy én szeretném még, de biztos, hogy jó lesz. Tehát az van még, hogy új az autó, 9 hónapja nem ültem autóba, tehát még sok minden. De így azt gondolom, hogy ez egy jó választás volt, hogy újat építettünk. Zsírpapával ellentétben Kalapács Zsolt egyre inkább ráérez az Opel Kadett ritmusára. A futamot jól kezdte, az első kör után a dobogósok mögött az abszolút értékelés 4. helyén állt. Hát izgalom az elsőt, az, hogy a cseszteke gyors, azt egy kicsit bealudtam ott. Nem mertem úgy elvállalni, hogy kellett volna, nagyon sok benne maradt, meg nagyon sokat utaztunk is, úgyhogy azon még tudok javítani. Olaszfalut és az már kezdett tetszeni, az egy jó pálya. Aztán utána a nagyveleget már élveztem, tehát az jó volt. Szerintem mindenhol tudunk még gyorsítani. Következő körben próbálunk gyorsulni, majd gyorsabb, még gyorsabban, meg annál is gyorsabban menni. Az idei futam kapcsán a Ladával versenyző Gyenes András is felidézte a Győr környéki pályákkal kapcsolatos korábbi élményeit. Én a Ráberingen versenyeztem egy jó pár évvel ezelőtt többször is, az volt az egy kedvenc magyar rali pályám. Még most is nagyon várom a holnapi Ráberingi megmérettetést, és ma idáig tudunk 3 gyorságin. Az első 2 az jól sikerült, a harmadikon pedig kigyulladt az előttünk lévő kocsi. Meg kell tennünk, kiadtuk a poroltó palackunkat, úgyhogy az időnket azt átlagolták. Emiatt most nem tudom, hogy éppen most hol állunk, de van még ma 3 gyorsasági szakasz. Ekkor még valóban sok volt hátra, a Rally 3-nak viszont nem, hiszen ők az első nap végén zárták a hétvégét. 6 szakasz szerepelt számukra a programban, amelyet leggyorsabban Péter Pál és Dudás István teljesített a Hondával. Második lett a Ladával Lenkei Ákos, harmadik pedig egy Suzuki-val Oberlin Krisztián. Műsorunk partnere a Pannon Klinika. Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés az egészségügyi létesítmények terén. Az ORB1-ben pedig eldőlt az idei bajnoki cím sorsa. Gince Ferenc ugyanis megtartotta a számára üdvözítő második pozíciót, így 2019 után másodszor végzett az éves összetett élén. Nagyon jó érzés volt akkor is. Most már egy picit másabb azért, mert egyszer megízleltük ennek az ízét, de azért ezt nem nagyon lehet megszokni, én azt gondolom. Ez volt évelején a cél, hogy sikerüljön megnyerni a bajnokságot. Mindent erre raktunk föl, szinte tudtuk, hogy nem mindent versenyt kell hozzá megnyerni. A kiegyensúlyozottságunknak az nagyon fontos volt, és tényleg minden a tervény szerint alakult. Úgyhogy én azt gondolom, hogy senkire nem lehet semmi panaszom. Köszönöm a csapatnak. Nagyon jó autót raktak alánk, a navigátorom is nagyon jó volt. Tényleg minden klap volt, és ez kell egy ilyen bajnoki címhez. A Győr Rallyt óriási fölénnyel nyerte meg Csomós Miklós. A Sárospataki Rallis egy kivételtől eltekintve valamennyi gyorsaságin a legjobbnak bizonyult, így nem volt kérdés, hogy a Barum Rally második helyezése után itthon is bizonyított. Nyerni mindig jó, bármilyen szinten szerintem, bármilyen sportot képvisel az ember. Lehet az rally, lehet az bármi, nyerni mindig jó, főleg ilyen szinten, úgyhogy nagyon örülünk ennek. Nagyon jó azt látni, hogy mennyi embert megmozgat még mindig ez a rally, talán kezd egy picit visszajönni, ugye volt egy mélyponton, de én nagyon örülök annak, nagyon jó látni azokat az embereket, gyerekeket, akik mixis pólóban vannak, óriási érzés, úgyhogy a hideg kirász szinte, akármikor, mikor meglátom ezt, úgyhogy nagyon jó. Nagyon jók voltak a pályák, nagyon örülünk az egésznek. Velencei Ádám számára nehezen kezdődött a győri hétvége. De a zárónapon már folyamatosan dobogós helyen autóztak, és végül megszerezték a futamon a 3. helyezést. Igen, nem indult jó az első nap, az kicsit rányomta a bélyegét úgy a tegnapi napra, de onnantól megvolt a hibának az oka, és gyorsultunk folyamatosan, hittünk az autó meg magunkba. Utána egy űrbe kerültünk, előttünk is messzire voltak, mögöttünk is, próbáltuk a saját tempónkat autózni és behozni így a 3. helyre. Németh Gábor is jókedvűen, pozitív hangulatban zárta a Rába parti hétvégét. Nem csoda, hiszen a pódiumon pesgőzhetett méghozzá a futam 4. helyén. Összességében nagyon élveztük ezt a versenyt, nagyon örültünk, hogy végre új pályákon tudunk menni. Szerintem nagyon jó dolog, hogy végre egy új városba látogatott a mezőny, nagy szükség van szerintem erre. Úgy érzem, hogy
plusz impulzust ad itt a versenyzőknek ezek az új izgalmas pályák, és hát úgy gondolom, hogy itt a végsebességről szólt most a verseny, mert ezeken a lobogó szakaszokon tényleg nagyon, nagyon kellett menni, hogy ahhoz, hogy eredményes legyen az ember, úgyhogy fel volt adva a leckem. A kormányszervó gondok ellenére Turán Frigyesék végig az élmezőnyben autóztak. Végül a top 5-ben zártak, a bajnoki címről viszont idén már le kell mondaniuk. Hogy nagyon jól megoldottuk a feladatot, amennyire lehetett, kihoztuk a maximumot. Nyilván volt egy kis technikai hibánk, egy 5,5 gyorson keresztül nem volt kormányszervunk a tegnapi napon, és hát az nagyon-nagyon nehéz volt egyáltalán bejutni a célba. És hát az, hogy fel tudtunk jönni ötödiknek, nyilván az sok mindennek köszönhető. Annak is, hogy Kristófék hibáztak, úgyhogy ötödik hely, dobogón vagyunk. Bajnokság szempontjából nem jó, mert Feri megnyerte így a bajnokságot, de azt gondolom egyébként, hogy megérdemelten nyerte meg. Úgy remélem első között tudtam neki gratulálni, úgyhogy mi meg nagyon megerősítettük a második helyünket, és azért erre büszkék vagyunk ebben a mezőnyben. A közvetlen üldözőboly stabil tagja volt Bodolai László és Deák Attila. Az R5-ös Fiesta-val induló kettős hasznos tapasztalatokat szerzett, és értékes hatodik helyet térhetett haza Borsodba. Nagyon sok ember csábítottak be a Városi Gyors, illetve a Rávaringre. Jó volt ennyi ember között újra versenyezni, és úgy gondoljuk, hogy a Városi Gyorsan egy kicsit tudtunk nekik is adni az élményből. Az a többi gyorsasági, ami azt mondanám, hogy tényleg gyorsasági volt, az kicsit ilyen erezdel a hajam stílus volt, és öttelink át végig szágult. Az nem a mi kedvencünk, de meglepetésre itt vagyunk a célba, a hatodik helyen. Tegnap még nem így indultunk neki, jól akartuk érezni magunkat, mert a bajnokság szempontjából nekünk ez az eredmény mentén nem sokat számított, de itt vagyunk és nagyon boldogak vagyunk. Matics Mihály régi motoros a hazai rally sportban, de a győri hétvége még számára is tartogatott meglepetéseket. Hát új régi pályák gyakorlatilag, a Csesznek volt nekem egyedül vadonatúj, azon még versenyszerűen soha nem mentem. Hát jó volt kicsit nosztalgiázni, aránylag jól is tudtunk menni. Mai napon már akadtak gondjaink, a városira úgy értünk például vissza, hogy 2 liter benzin maradt a kocsival, előtyögött az üzemanyag, így be is csúsztam, nem akart elindulni. Lépésbe tudtam szinte végigmenni, hogy ne lötyögjön el a benzin, ne fújassam szét a motort. Most az utolsó Rábaringe meg, hát egy másfél kört sajnos szervó nélkül mentünk, így elbuktunk még egy-két helyet így a végére. De így is nagyon örülünk, mert itt vagyunk, célba vagyunk. És jól éreztük magunkat. A Peugeot kupában is komoly csata alakult ki az első két páros között. Az értékelést Bertalan Márton nyerte, mégpedig azért, mert a célba érkezés után Zagyva Lajos leadta a menetlevelét. Tehát volt a tempó, két teljes napon alig pár tizedek választottak el minket. Néha az első helyen voltunk, aztán a második, talán lehet, hogy a harmadik helyen nem voltunk, de átfordult egy pillanat alatt. Egyébként erre számoltunk, hogy erre a napra, a vasárnapi napra teljesen átborulhat a mérce, és ez meg is történt egyébként, mert Attika vezetett tegnap, a Határ Attika, aki sajnos kiesett az utolsó előtti gyorson, és aztán a Marcik megérkeztek. A mai nap nagyon megérkeztek, és egyszerűen egy pillanat alatt át is vették a vezetést, és utána próbáltuk itt az utolsó kört megfeszíteni, ennek az lett az eredménye, hogy mi nyertünk. Bertalanék számára a futam nehezen kezdődött, de fokozatosan lendültek versenybe, szakaszról szakaszra zárkóztak fel. A kemény munka pedig meghozta gyümölcsét. Azt gondolom, hogy egy jó hétvégén vagyunk túl, sokat tanultunk nagyon. Hálás vagyok az ére rendezőknek, hogy ilyen pályákon tudtunk menni, tehát a Tényőravaszd, illetve az Olaszfalú tés az egy nagyon legendás pálya. A Cseszneket azt legközebb anyagoljuk, tehát az nem rally pálya, úgyhogy ennyi, de jó volt, tényleg nagyon élveztük. A Peugeot Kupa harmadik helyén végül Berta László fejezte be a futamot, aki helyenként már így is feszegette a határait. Fú, változatos, így az eleje jól indult, már nagyon sokakat talán nem is kapogattunk az első nap, aztán ma már úgy éreztem, hogy nem lesz az igazi. De ugye egész hétvégén jól éreztük magunkat, jó volt a hangulat a kocsiba, tehát hogy igazából nem megyünk el rossz szájízzel. A Marci nagyon felgyorsult, elől az Ati meg az Agyva piszok gyors volt, tehát ővelük nem nagyon szerettem felvenni a versenyt. Azt mondom, hogy már ezen a tényünk, önfordzónánkon kívül autózgattunk néha, tehát elég gyorsan. Nekünk ez így elég volt, jó volt, tehát ettől nem szeretnénk már sokkal gyorsabban menni, mondom őszintén. A historik mezőnyében Győrben sem történt meglepetés.
A győzelemnek ezúttal is Wirtmann Ferenc és Kerekes József örülhetett. Mentem 50 évvel ezelőtt itt már. Úgyhogy hát az épületekre is emlékszek, egyre a vasútállomásra. Hát olyan vegyes érzelmekkel vagyok, mert úgy látom sok mindent megtettek azért, hogy a versenyzőknek jó legyen, de nagyon változatos volt a pálya. Az első nap rettentő gyorsak voltak, benne az erdőben észnék kellett lenni, nagyon sok felhordás volt. Másnap viszont ez a rábaring, ez azért tudja tizedelni az autókat, oda kell figyelni, vigyázni kell rá. Összességében egy nagyon jó verseny volt. Nem volt szomorú a célban a 131-es fiatal versenyző Balogh Sándor és a Lancia Deltával induló Rónai László sem, hiszen mindketten a dobogón fejezték be a győrralit. Kalapács Zsolt talán csak azért lehetett bosszús, mert 4 tizeddel maradt le a harmadik helyezett Rónai Lászlótól. Nagyon jó, én nagyon élveztem a mai napot is, a tegnapi napot is. Valahogy úgy sikerült a rendezőknek összeválogatni, hogy mind a 6 pálya teljesen más stílusú, jellegű volt, másként kellett rajta vezetni. És hát azért a végére jöttünk egy abszolút első időt, úgyhogy boldog vagyunk. Bár a dobogóról lecsúsztunk 4 tizeddel, de én azt gondolom, hogy nagyon élveztük a versenyt, jó volt. Jó hangulattal fogunk innen távozni, úgyhogy köszönjük mindenkinek, aki segített, mert hát nem volt egyszerű, hogy ideig eljussunk. Barátoknak, családnak, szerelőknek, támogatóknak, mindenkinek. Gyenes András is megdolgozott azért, hogy célba érjen a futamon, de végül ezt a feladatot sikerrel teljesítette. Nagyon emberpróbáló 2 napon vagyunk túl, én azt gondolom, rendkívül nehezítette a meleg a dolgunkat, mert minden versenyzőnek a dolgát. Volt egy technikai bajunk, tehát sebességváltót cseréltünk, úgy jöttünk a 5. gyorsan után elment először a 4-es sebesség, az a 3-as, és 2-esbe jöttünk 48 km etapon. Úgyhogy a végén már a service partner, már csak egy sebesség volt, aztán már semmi tolni kellett, de pont beértünk. Úgyhogy volt egy pici csúszás, amit kaptunk büntetést, de összegezve az egész 2 napot, az fantasztikus volt. Tehát most, hogy itt állunk és nagyon jól érzünk magunkat. A hazai rally bajnokságok az ország északkeleti szegletében fejeződnek be. Szeptember végén és október elején az URB 2 és URB 3 a Diósgyőr rallin zárja az évet, a legjobbak pedig az RC futam részeként a Rally Hungarin állnak rajthoz egy héttel később az Emblemben.